A Pécsi Egyházmegyében szerveződött férfi találkozó idén a férfiakat érintő sorskérdésekkel foglalkozik. A Magtár látogató központba bárki férfi elmehetett előzetes regisztráció után meghallgatni és orvoslást találni problémájára. Az induló évadban az emberi és isteni szót, a férfi lélek félelmeit és reményeit, kudarcait és sikereit vitatják meg. Mindezeket az egyház és a nagyvilág szemszögéből vizsgálják. A találkozón akadt, akit a világban zajló események aggasztanak. Én először tavaly találkoztam ezzel az eseménnyel, tulajdonképpen Püspök úrtól tudom ezt a találkozót. Ő mondta nekem, szívesen várt rá, és tulajdonképpen amikor én erről tudomást szereztem, rögtön az jutott eszembe, hogy koromban valahogy a férfi az válságban van. És egy kicsit szorongatva érzem magamat a mostani világban, és válaszokat keresek, ezért jöttem én ide annak idején. És bizony nagyon sok mindenre rá lett világítva ezeken az alkalmakon, hogy bizony a férfi lét degradálódott valahogy. Korunkban a férfi valahogy elveszett. Eltűnt. Talán egy kicsit a nevelés is abba az irányba tolódott el, hogy nem nevelik a fiúkat, és egy kicsit így elvesznek a világban. És én ezekre szerettem volna választ találni. Olyan érdeklődő is érkezett, aki a családi életben felmerülő férfi szerepet kívánja még jobbá tenni. Ezen a téren is komolyak a kihívások napjainkban. Barátomtól hallottam, hogy vannak ilyen rendezvények, amik alapvetően hát ugye keresztény értékrenden alapuló szemléletmód szerint próbálja a férfiak, illetve apáknak a napjainkban meglévő hát mondjuk problémáit, vagy kérdéses helyzeteit taglalni. Segítséget ad a különböző hát kihívásokkal szemben, pláne itt arra gondolunk, hogy ugye a családi szerepek ugye megváltoztak az elmúlt időben, a nők nagyobb szerepet vállaltak a közösség, mind a közösségben, mind a munkahelyen, és így átalakul a családban is a családmodell. És hogy miként tud erre megfelelni egy férfi, hogyan tud a apaként az új kihívásokkal, új közösségi kihívásokkal szembenézni úgy, hogy megtartja a keresztény hívő szemléletét. A második évad első férfi találkozóján a püspöki köszöntő után Garadnai Balázs plébánia vezető szólt az egybegyültekhez, a végtelen Isten megszólásának megnyilvánulásait elemezve. Abban is bízom, hogy Jézus nem fog megsértődni, hogyha kérés nélkül belekontárkodom a dolgába, és kinevezlek benneteket a mai estétől kezdve az X. apostolnak. Ő választott 12-t, aztán még néhány még csatlakozott hozzá utána. De ez alapján, amit a püspök atya mondott, ez a kép jött le bennem, hogy Jézus meghívott minket, ott vagyunk mellette, és ott töltjük vele az életünket. És így folyamatos a kommunikáció. Hallod, látod, és bizonyára meg is akarod érteni, és meg is akarod tenni. Hogy hogyan szól az Isten hozzánk? Hát mivel az Isten végtelen, a nyelvjárása éppen végtelen lehet. Tehát ahogy akar. És nekünk számítanunk kell, hogy a legváratlanabb pillanatban, a legváratlanabb stílusban fog megszólítani bennünket. Az egyházmegyében lévő kisközösségek egyes férfi tagjaival indult a férfi találkozó ötlete még tavaly. Felföldi László megyés püspök azt tapasztalta, hogy egyre többen keresik fel személyes problémáikkal, magánéletbeli lelkiegészségbeli gondjaikkal. A püspök úgy gondolta, legjobb megoldás erre az egyházmegye területén lévő nagyobb településeken is megszervezni a férfi találkozót. A férfiak adták meg az igényét. Egy gondolat volt ez. Én régebben is természetesen foglalkoztam családcsoportokkal, férfiakkal,
de az az érdeklődés, az az igény, amit én itt tapasztalok, most már a második évad elején, itt látjuk, hogy folyamatosan jönnek a fiúk, ez mutatja, hogy szükség van arra, hogy találkozzunk, komolyan beszélgessünk, együtt gondolkozzunk, és valami több, szebb, jobb szülessen meg az egészből. A tavaly elkezdődött rendezvénysorozatot megelőzően egy körülbelül 30 fős férfiakból álló csoporttal készültek a férfi találkozó bevezetésére. Egy férfi csoporttal, tímmel, modern szóval közösséggel készültünk erre, és ők a saját szívükből, én is természetesen, de ők mint férjek, mint édesapák, a saját szívükből merítettek, és így születtek meg az első évnek is a gondolatai, meg a mostani évnek is. És azt érzem, hogy az a jó, hogy azt érzik a fiúk, hogy ez nekik szól, róluk szól, és ez a lényege, ez a gazdagsága ennek, tehát így alakultak ki a témakörök. A megváltozott világunk a férfit különösen próbára teszi. Mindenki fölteszi a kérdést, hogy igazából hogy tudnék jobb férj, jobb apa, családfő, munkahelyemen jobban megfelelni, közösségemre találni, barátokra találni, és mindezekben szeretnénk segíteni, együtt gondolkodni. Az emberről van szó, teljesen az emberről, és az emberben van az emberségünk, van benne pedagógia, hisz mint szülőknek, apáknak kell lenni, azaz nevelni kell a gyerekeiket, és természetesen minden mögött ott kell lenni a hitnek, az Isten kapcsolatnak, az emberi és a közösségi kapcsolatoknak. A kapcsolatainknak a lényege az a beszélgetés, és elhalványodott, elfáradt, elgyengült a szép beszélgetés, és ettől a kapcsolat elgyengül, és a kapcsolat elgyengült, minden elgyengül. Ez igaz az egyházban, igaz a családokban, igaz a társadalomban. A hitelét visszaadni a szónak, de mindenki önmagán tudja elkezdeni. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ma az isteni szó, emberi szó, tulajdonképpen a lényeg, a kapcsolat lényegéről fogunk gondolkodni. A pécsi helyszínen kívül Mohács, Szekszárd, Paks, Tamási, Dombóvár, Szigetvárad otthont a férfi találkozóknak. Várnak minden érdeklődőt felekezeti hovatartozástól függetlenül a Pécsi Egyházmegye honlapján való regisztrációt követően. A találkozók 4 sorozata az Egyházmegye 7 településére látogat heti rendszerességgel.